Теперь же, может, у него не было зубов. Он был беззубый. Да, у него тот, не было зубов. Точно, не было так фугай. Тут все дело дошло. Да, одними веслами. Что? Эдиатула. А почему он не мог это себе сделать, не знаю. Ну, руки не доходили до зубов, ну что, как вам говорят. Talán ideje nem jutott rá, hogy megcsináltass. Pénzzel lett volna. Почему я и взялся за Толстого? Hogy miért épp a Tolstoy filmet csinálom. Ez az elhatározás már rég megszületett benne. Mert ez a művészet legérdekesebb esete. Nem Tolstoy megfilmesítése, hanem maga Tolstoy. A sorsa, a jelleme, az maga a csoda. Akkor gondoltam rá először, amikor Birjukov Tolstoy életrajzát elolvastam. Ez valamikor 1935-36-ban lehetett. No, a Tolstoy. Это жизнь души, если можно так странно выразиться. A lélek élete. Ahogy Stanislavski mondja, az emberi szellem élete. Женщинского духа. Ez a megfogalmazás sok mindent rejt magában. Это условное понятие, естественно. Но оно многое выражает. Надо было выбрать концепцию, и я ее выбирал не без труда. Nem volt könnyű eldöntenem, hogy milyen koncepció alapján csinálom meg ezt a filmet. Tolstoyt be lehetett volna mutatni mondjuk a művei alapján is. De én végül úgy döntöttem, hogy ez életrajz lesz. A biografia ducha. A lélek életrajz. Biografia ducha. Вот это очень правильно. Сейчас ко мне пришло в голову наименование вот концепции этой картины, этого фильма. Так, так что пошли? Будем играть. No, menjünk, vegyük fel. Это биография духа Толстого. Tehát a lélek életrajza. Поступков, которые были крайне. Nem csak Tolstoy cselekedeteinek sora, melyek enyhén szólva ellentmondásosak voltak. Hogy alakult ez a lélek? Hogy született az az erő, ami még ma is emberek millióira képes hatni. Этого человека от множества и множества людей в разных странах мира, не только у своих соотечественников. Именно вот вследствие того, что тут была настоящая биография духа, складывалась постепенно его духовные субстанции. Из этого вот, а нужен, хотя потом все равно я буду говорить, правильно. Потом я буду говорить большой текст. Aztán hosszú szöveget mondok. Adjátok csak ide még egyszer a forgatókönyvet. De mi is azok szólásni, hogy... Ott. Да. Вся эта цивилизация. Это пропадена пропадом. Minek is ez a civilizáció? Az ördögbe az egész. De a zenét, azt sajnálom.
Hányszor tűnődöm ezen, vajon megérti-e ezt a muzsikát az egyszerű ember? Nem. Az ilyen zenét nem érti meg. Значит, основной материал это 10-й год, то есть 9-10-й год. Толстой футажа. Конечно, финал. Вот режиссер и актер в данной ситуации. Ebben a filmben színész és rendező vagyok egy személyben. Önmagamat rendezem. Прикидываю, как это будет видеть со стороны. Сначала очень трудно было. Пока я не научился себя видеть. Как-то. Megpróbálom kívülről látni magam. Ez kezdetben nehezen ment. Csak kívülállók segítségével tudtam megtanulni, hogy mi sok, mi elég, mihez kell még hozzátenni. Lassan megtanultam önmagamat kontrollálni. Így is lehet. Я хотел быть художником, пошел в академию художеств, там учился. Festő akartam lenni. Не хотел lenni. Я быть художником. Festőszakon tanultam. Это хотели... De tulajdonképpen én nem is akartam festő lenni. Ezt valószínűleg a bátyáim akarták. Правильная судьба. Mert már korán kezdtem rajzolni. А я всегда что-то представлял. De én jobban szerettem a tükör előtt állva nagyanyám nagykendőjében bohózkodni. 5-6 éves koromtól ezt szerettem játszani. Aztán végül elutaztam Leningrádba, és mégiscsak a festőszakra jelentkeztem. Festőnövendékkoromban találkoztam egy barátommal, aki a FEX, az excentrikus színház tagja volt. A tudatos színészi munkát a FEX-ben kezdtem. Olyan erősen kötöttem hozzájuk, hogy a képzőakadémiát végül is otthagytam. A FEX gesztus színjátszás volt. Néma filmeket csináltunk. Egyetlen szó sem hangzott el, csak feliratok voltak. Amit közölni akartunk, azt mozdulattal kellett kifejezni. A gesztusok iskolája volt. Részlet Kozincev és Strauberg Köpeny című filmjéből. Vigyel az ördög. De a zenét a sajnálom. Hányszor tűnődöm azon, hogy az egyszerű ember vajon megérti-e ezt a zenét? A zenének mindenki számára érthetővé kéne válnia, hogy egyesíthesse az embereket. Что это была школа жеста, я так охотно и так
Amikor megszületett a hangos film, akkor jött el az én világom. Végre lehetett beszélni. Когда кинематограф стал звуковым, я почувствовал себя совершенно в своей сфере. Это было мое. Részletek Gerasimov az Állarcos Bál című filmjéből. Miben veled? Régen beszélni szoktál, hangot sem a régi. A tekinteted is hideg, miért? Biztosan az Állarcos Bál jött. Miért is voltam a ostoba, de nem megyek többé soha. Már késő. Látod, mit tesz, ha egyszer meggondolatlan lesz az ember? Meggondolatlan? Igen, az. Látod, milyen baj lett belőle, gondoltad volna meg előre. Ha ismertelek volna téged, ma nem vagyok a feleséged. Én kínozlak, te kínzol engem, kell is neked az én szerelmem. De én még élni akarok. Miért? A kényeim nagyok, beteg vagyok, tagjaim fájnak. De még sokkal te jobban fájhat az a seb, ami engem éget. Küldj orvosért. Hosszú az élet, a halál egy pillanat. Élnem, engedj még, élnem, élnem. A mártír vigaszt le az égben. Küldj orvosért, könyörgöm, kérem. Küldj orvosért. Így tréfálni istentelen dolog. Küldj orvosért, meghalhatok. Meghalhatsz te orvos nélkül is. Gonosztevő, a feleséget haldoklik. Tudom. Zsálszja. Jaj, megégek. Mintha mindenem lángra gyúlna. Meghalok. Csak fél óra múlva. Te nem szeretsz. De ha miért szeretnélek? Talán azért, mert pokolra lett az életem. Hogy szenvedsz is öröm nekem. Menj, megismertelek. Na lám. Nevettél rajtam most, nem régen, valaki hírül hozta nékem, hogy gazdag vagy, elégedett, gondoltam, miért ne nézzelek meg, aztán megijesztelek. Követtelek, mint fényt az árnyék, mindent tudok felőled, várj még. Figyelj ide, én most feltárok egy rettenetes igazságot. Ezzel még tartozom neked. Megölted a feleségedet. Miért hallgattál el, szerencsétlen? Tépd a hajad, még ordított, hogy borzasztó. Megöllek gyilkosok.
Ну как с мазуркой дела? Mi a helyzet a mazurkával? Проверим. Ellenőrizzük. Еще раз, внимание. Még egyszer. Figyelem. Csöndet. Tessék. Пожалуйста. Вот это был мой кинематограф, когда он заговорил. Végre beszélhettem. Так что здесь, по-видимому, есть какое-то как бы, ну что ли, даже известное возмездие. Ez elégtétel volt mindazért a szenvedésért, amit a néma film korszakában kellett kiállnom. Amikor csak a kezeimmel gesztikulálva fejezhettem ki azt, amit mondani szerettem volna. Mindig is tudtam, hogy a beszéd a leghatásosabb eszköz az emberi gondolat kifejezésére. Minden ható fegyver. A gesztus nem képes mindenre. Alacsonyabb rendű művészi kifejező eszköz. Tudom azt is persze, hogy a szónak is megvannak a maga határai. Потому что a gesztus, жест az nemzetközi. Интернациональный. Да. Вот ты думаешь, вся эта цивилизация. Да пропади она пропадом. А музыку жаль. Жаль. Sokat tűnődöm azon, hogy minek is ez a civilizáció? Vigye el az ördög. De a zenét, az sajnálom. Vajon az egyszerű ember megérti az ilyen zenét? Nem. Lehet, hogy egyszerűbbnek kéne lennie a zenének, hogy egyesítesse az embereket. Hogy mindenki számára érthető legyen. Могла объединять людей, чтобы было доступнее все. Вот это вот. Предвижу самые разнообразные возражения. Да-да-да. Я пойду, пожалуй. Ходите, пожалуйста, сюда. Ну, Мэгги. Идите, прошу вас. Я пойду. Мороги, но чок не угодно. Еще посидите, помузицируйте здесь. Ну, отработайте. Стоп. Стоп. Энни. Нет, я не думаю, что мне надо было уж так сильно меняться, потому что, в общем-то, строптивый характер. Не думаю, что эрюшем мне келлет волна változно. Вот так. Болтовня с самим собой. Мокотшаг рам is jellemző. Az önmagammal való fecsegés, akár csak az önirónia, nekem is sajátom. Szóval nem kellett nagyon megtörnöm a természetemet. Csak rá kellett hangolódnom. Az ő elvei szerint kell élnem. Otthon már csak Lev Nikolájevicsnak hívnak. Szergej Apolinárjevics már rég megszűnt létezni. Én Szofia Andrejevnát a mai napig sajnálom. Nagyon közel áll hozzám, pedig egyáltalán nem hasonlítunk. Jellemét nem külsőséges eszközökkel, hanem legrejtettebb, belső vonásokat feltáró játékkal próbáltam megfogalmazni. Meglehetősen hideg asszony volt, bár szenvedélyes anya. A kívülállókkal szemben volt szigorú. De a zenét szerette, és az irodalmat is. Az ilyen ember nem lehet gőszévű. A családban minden az ő vállán nyugodott. A Kreutzer szonáta kiadatása miatt pedig még a cárhoz is elment. A cár tisztelte őt. А потом она все делала,
То, в чем ходил Толстой, кроме сапог, даже мindent сапоги, maga csinált. Толстойнак még csizmát is vart. Ezeket a bő Толстой ingeket is maga varta, kézzel. Arról nem is beszélve, hogy minden nap más és más vegetáriánus menüt kellett összeállítani a Толстойnak, és hányszor kellett ápolnia. Ему отдельно подавали кашку. А болел он сколько она за ним ухаживала? Пошли. Да. Kezdhetjük. Вот, ez lesz az ön szobája. Спасибо. Köszönöm. Хорошо, тепло, тепло. Jó meleg van. А, спасибо, дорогой. Там. Да. Здесь будем жить. Hát itt fogunk élni. Вот только хорошо будет. Csak jó lenne még egy tintatartó. Одну секунду я вас задержу, отец Михаил. Присядьте, пожалуйста. Egy pillanatra feltartanám Mihály atya. Foglaljon helyet. Хочу спросить. Azt szeretném kérdezni, de ha nem akar, akkor ne válaszoljon. Mi hozta önt a kolostorba? Az élet. Stop! Ennyi. Я никак не готовился, жизнь готовила постепенно, сама обрабатывала. Многие годы. Az élet készített fel erre a szerepre. Sok olyan helyzetet megéltem, amilyeneket naplója tanúsága szerint Толстой is átélt. Описывает своей биографии в дневнике Толстой. Я легко мог наложить, так сказать, себя, аплицировать вот őt is a nyerészkedés, a féktelen harácsolás, kispolgáriasság dühítette a legjobban. Противостоящих ему жизненных процессов, насчет оголтелого мещанства, которое, в общем, больше всего раздражало. A zabálás, hogy még akkor is fal, ha már rég jó lett. Nyomasztotta a közös ügyek iránti közömbösség. Az emberi korlátoltság, szívtelenség, amiből annyi van még ezen a világon. Az én életem nem alakulhatott úgy, ahogy Толстойé. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy az ő élete 1910-ben végződött, az enyém pedig 1906-ban kezdődött. Négy évvel az ő halála előtt. Ki tudhatná ma közülünk, hogy viselkedett volna Толстой az októberi forradalom idején? Lehet hosszan és hibásan találgatni. Politikai nézetei nagyon ellentmondásosak voltak. No, a vat ja vse dolož bol prožiť. I postepenno, ne srazu. Szerintem, ha megélte volna, persze nem azonnal, hanem csak idővel, de végül is elkerülhetetlenül belépett volna a kommunista pártba. Osasdjanom Leningrádi. 1941. augusztusában mi a feleségemmel, amikor Leningrádban maradtunk, beléptünk a pártba. Ez is sajátos tiltakozás volt azzal szemben, ami a világban történik. Hitler támadása számunkra, oroszok számára olyan undorító volt, olyan gyűlöletet váltott ki belőlünk, hogy ezt valahogy kifejezésre kellett juttatni. Всех, я так думаю, русских людей. Такой естественный гнев, что как-то выразить его надо было. Ha nem akar, nem kell válaszolnia. Mi hozta ide a kolostorba?
Что привело вас в монастырь? Жизнь. Az élet. Да, да. Спасибо, дорогой. Топ, ну сколько, все уже, не знаю, что еще играть-то. Энни. Ну хватит одного раза, я думаю. Неужели 45 метров? 45 метров. Уристен, сорни. Вот так мы понимали с женой. Когда остались в Ленинграде, когда... Mi megértettük Tamara Fjodorovnával, hogy az aktív harcba kell bekapcsolódnunk. Közel áll ez a Tolstoj nézeteihez? Igenis, nem is. Даже скорее противопоставила. Потому что, скажем, всем уже известно, что Толстой... Közismert, hogy ő teljes felnőtt életét a háború elleni harcnak szentelte. Elvi béke harcos volt. Tiltakozott még a rendes katonai szolgálat ellen is. A cárizmus idején sokat szenvedtek azok, akik tanításai nyomán meg is tagadták a katonai szolgálatot. Szerinte minden háború bűn, még akkor is, ha nem te vagy a kezdeményező. Gondolkodhattam volna én is így 1941-ben. Természetesen nem. Olyan embernek éreztem magam, akinek a történelem által diktált kötelessége, hogy megvédje azt az államformát, ami a mai világ egyetlen perspektívája. Ekkoriban sokan nem tudták megérteni, még a barátaink közül sem ezt a lépésünket. Hozzánk közel álló emberek is azzal vádoltak, hogy biztosan valakit szolgálni akarunk ezzel. Undorítóbbat, butábbat elképzelni sem tudom. Ki lehet az az ember, aki előtt szolgálni kelljen? Szolgálni csak a halál előtt lehet. Azt szeretném megkérdezni, de ha nem akar, nem kell válaszolnia. Mi hozta önt a kolostorba? Az élet.